Gergennyivel magyar ifjúság, ím nemzeti nyelved, egy szép nemzetnek bélyege veszni siet. Fogd tollat, kezdj íráshoz, kezd szóba vegyülni, lantos Apollóval nem szeded ajka szerint. Nincs, s nem lesz ennél tehetősebb eszköz, ezen kap minden eszes vámlus, francia, német, olasz. Köszöntöm kedves nézőinket! Márciusi ünnep előtt úgy gondolom, hogy szakavatottabb beszélgető partnert nem is választhatnánk, mint Szabó urat, aki az elmúlt időszakban ugye a tonkanyari visszaemlékezésnél volt segítségünkre. 1848-49-es forradalom és szabadságharc az az ünnep, amire emlékezünk március 15-én. Nagyon sokáig nem is ez volt a neve egyáltalán, a fogalomkör, ami kialakult körülötte, illetve mindaz a mítosz, ami övezi ezt az időszakot, úgy gondolom, hogy bőven ad témát a mai alkalomra, hogyha katonaként kell értékelni először a 48-49-es eseményeket, akkor mennyire meghatározó a magyar történelemben? Én úgy gondolom, hogy alapvetően meghatározó, hiszen azok a csodálatos mítoszok, azok a legendák, amelyek övezik mind a forradalmat, a márciusi forradalmat, mind pedig az azt követő szabadságharcot, a mi identitásunk alapkövét jelentik. Hiszen ekkor alakul ki a magyar nemzetállam. Erre az időre alakul ki a magyarság, ami immáron a nyelv az, ami összeköti ezt a nemzetet. És ez a haderő, amely létrejött, ekkor születik a magyar honvédség. Ekkor születik ez a szó, hogy honvéd. Hiszen talán a világ egyik legszebb szava, hogyha ezt lefordítjuk bármely nyelvre, hogy mit jelent, mindenki elcsodálkozik rajta, hogy de hisz ez olyan szép, annyira kifejező, még ha tükörfordításban fordítjuk le, hogy a hont, a hazát védő katona is. Ezt adni egy katonának, amit németül meg más nyelveken is csak egyszerűen pénzért harcoló zoldátnak neveznek. Hát ez bizony a honvéd számára napjainkig is rendkívül, a katona számára rendkívüli érzéseket kelt. Holott ez az egész március 15 és 48-49 tele van mítoszokkal. Na de egy nemzet történetében a mítosz az olyan, mint a költészet. Mi lenne velünk költészet nélkül? A történelem pedig olyan, mint a matematika. Nagyszerű érzéseink születnek akkor, hogyha ezeket a mítoszokat tudjuk és ismerjük, és ezzel azonosulunk. De nem baj, ha tudunk számolni. Nem baj, ha tudjuk, honnan jöttünk, és az sem baj, hogy hová tartunk. Ha a mítoszokat említi, nekem az jut eszembe, hogy már az alsó tagozatos tankönyvekben lehet a márciusi ifjakról hallani. Ugye itt a környékünkön azt lehet mondani, hogy a megemlékezések javarészt az iskolában történnek, és fiatal 9-10-11 éves gyerekek szavalják a 12 pontot, Kossuth dalokat énekelnek. Tehát ez is a mítosz része, amiről ön beszél? Természetesen. A mítosz az soha nem kitalált dolog. A mítosz valóságos elemekre kell, hogy épüljön, és valóságos elemekre is épül. A 12 pont valóságos, a nemzeti dal valóságos, de mítosz az, hogy Petőfi hol szavalta. Mítosz maga az egész márciusi forradalom. Hiszen magának a forradalomnak a fő eseményei, és egyáltalán 1848 márciusának majd a szabadságharc, igazán meghatározó, sőt, lehet mondani, hogy az egész közép-európai eseményeket meghatározó dolgok, azok nem Pesten történtek, hanem Pozsonyban, az országgyűlésen, és Bécsben. Pozsonyban a magyar országgyűlés létrehoz egy fantasztikus új alkotmányt. Az új nemzetállam jogi kereteit teremti meg. Ezt elviszi Bécsbe. Bécsben a forradalom óriási ovációval fogadja a Kossuthékat, és a Magyarországon úgy nevezték, hogy az argonauták, a küldöttség, amely viszi, mint az Argosz hajó legénysége, amely elment a görög mitológiában az aranygyapjúért. Hát így ment a magyar béke, tehát a magyar küldöttség is, hogy elhozza a magyar alkotmányt immáron majd a császártól.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog lett, hogy a forradalomnak Bécsben nincs programja. Ezt is a Magyarország gyűlés adja, hiszen alkotmányt kíván, és alkotmányt dolgoz ki az egész birodalomra. Hát ez egy fantasztikus dolog. Pesten a forradalom igazából nem nincsen. Tehát olyan jellegű forradalom nem létezik, mint ami a mi emlékeinkben és a mi tanulmányainkban van. Ha akkor, abban az időben Petőfiék nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy hogy a csodába lehetne egyáltalán Pesten forradalmat csinálni. Egy 30 ezres német kisváros. Ha oda kiállnak és szavalják a nemzeti dalt és a 12 pontot, hát ott a helybeliek csak annyit mondanak, hogy was sagen Sie, ich höre nicht, ich verstehe nicht, és nem értettek volna semmit. Március 15 azért lesz forradalom, mert arra a napra országos állat és kirakodó vásárt rendeztek, hirdettek Pestre. Mindig ekkor van Pesten állat és kirakodó vásár. Na most ekkor a környékbeli magyar falvakból jön be már annyi magyar lakosság, akik megértik immáron ezeket a kifejezéseket. Nem most kezdődött, tehát nem azon a napon. Nincsen Pesten forradalmi helyzet. De mégis óriási jelentősége van, mert Bécsben félnek attól, hogy Pesten zavargások lesznek. Bár olyan nagyon nem izgatta őket, hogy mi történik Pesten, éppen elég gond volt nekik maga a birodalom széthulló dolgai. A pesti forradalom mítosza, az gyakorlatilag már akkor elkezdődik azokban a napokban, amikor kiderül, hogy hát megvolt a forradalmunk, hát, de hát ez olyan nagyon szép volt, hát olyan gyönyörű dolgokat fosztunk, 12 pont nemzeti dal, megvan a program, de ez már meg is volt. Tehát gyakorlatilag Pesten igazából nem történik semmi. De van 45 után nálunk egy osztályharcos történetírás, 1945 után, amelyben arról van szó, hogy az elnyomottak harcolnak az elnyomóik ellen. Hogy jön ahhoz a magyar főnemesség, meg egyáltalán a magyar uralkodó osztály, hogy Magyarországon, Pozsonyban, az országgyűlésen bármit kitaláljon, az csak alulról indulhat, egy alsó, alulról indulhat egy forradalom. Ezért válik emblematikus figurává Petőfi? Igen. Igen, mert ő a nép fia. Valójában a fő, ennek az egésznek a fő irányítója és a fő szervezője maga gróf Batthyány Lajos. Természetesen Kossuth Lajossal egyetembe, hiszen nagyon sok különbözőség van az ők elképzelésükben, de ezt nagyszerűen tudják, kiváló politikusokként nagyszerűen tudják egyeztetni a nemzet érdekébe. Batthyány Lajos beszédeiről nem tudunk. Holott ő volt az a rendkívül ügyes, furmányos jogász, amely mindig megtalálja a birodalom törvénykezésében azokat a kiskapukat, amelyeket ki lehet használni. Amikor arról van szó, hogy ki legyen Magyarország miniszterelnöke, szóba se kerül másik név Batthyány mellett. De miért nem tudunk Batthyány beszédeiről? Miért nem szónokolt? Mert nem tudott. Batthyány emlékévet ünnepeltük a tavaly előtt. Fantasztikus figura volt. Most kezdjük ismét felfedezni Batthyány igazi nagyságát. Batthyány, ha a tömeg előtt beszélt, akkor az egy tragédia volt, mert annyira izgult, hogy elcsuklott a hangja, és rikácsolóvá vált. Ezáltal nem a mondandójára figyeltek, hanem mosolyogták, meg kinevették. Így ő soha nem szólal fel a parlamentben sem. Egyszer teszi, többet nem. Nem szólal fel a parlamentben, de a háttérmunkákat a baráti asztaltársaságokban, a bizottságokban ő irányítja, és ő viszi a hátán az egész forradalmat. Én nagyon örülök neki, hogy végre helyére került Batthyány. És nagyon fontos az, hogy most napjainkban ez az egész mítosz, amiről nagyon-nagyon fontos a mi identitásunk szempontjából, elég felnőttek, elég érettek vagyunk mi már, legalábbis a nemzet, elég iskolázott ahhoz, hogy megértse azokat a fontos eseményeket, amelyek a háttérben zajlottak. És nem csak jelszavakra van szükség, hanem valóban értelmes beszédre.
Arra gondolok, hogy ugye maga a forradalom és szabadságharc az a nemzet ébredését is hozta magával, a nemzettudat kialakulását, megerősödését. De azért az a fajta történelmi kor, amire utalt, óriási szakadék ugye a főnemesség és a tulajdonképpen a jobbágyság között, mert egyfajta feudális rendszer volt, amit itt próbált felszámolni. A 12 pont is, hogyha azt nézzük, hiszen egyes pontjai erre utaltak. Azért a 19. században már korábban túl vagyunk egy első ipari forradalmon, és éppen belezökkentünk egy második ipari forradalomba. Kezdődik egy második ipari forradalom, ami azt jelenti, hogy immáron a feudális rend tarthatatlan. Ezt a nemesség pontosan érzékeli. Hiszen annyit módosítgatták már a régi törvényeket, hogy amikor 1848-ban Pozsonyban születik a jobbágy felszabadítási törvény, akkor hihetetlen gondokat okoz, hogy megfogalmazzák azt, hogy ki a jobbágy. Hiszen erre az időre már Magyarországon nagyjából kapitalista termelés folyik. A nagyüzemi gazdaságokká szervezik át a nemesi birtokokat is. Csak ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, tovább tudjanak fejlődni, ahhoz hitelre, pénzre van szükség. És bizony az ősiség törvénye miatt nem lehet fölvenni semmiféle a birtokra, nem lehet fölvenni semmilyen kölcsönt. Na most ezt úgy tudják megoldani, hogy hát ezt egyrészt el kell törölni. Ha eltörlik az ősiség törvényét, akkor elsősorban nekik immáron nem jobbágyra van szükség, amely jobbágy szolgáltatásokkal elégíti ki a majorságot, tehát látja el ezeket a feladatokat, ezt a munkát, hanem rendkívül fontos dolog az, hogy bérmunkásként dolgozzanak. Azt vesznek fel, akit kell, a legjobbakat foglalkoztatják, megfizetik, ezt pontosan látja a nemesség is, hiszen csak akadályokat kell megoldani. Hát egy nagyon érdekes dolog volt az, amikor elkezdték kibogarászni, hogy ki a jobbágy. Először azt mondták, hát jobbágy az, aki jobbágy telken él. És akkor kiderül, hogy egy-egy jobbágy telken, ahol a jobbágy immáron egy gazdag ember, és kisnemesek, úgynevezett armalisták, akinek csak mindenféle papírja volt arról, hogy ő nemes, de földet nem kapott hozzá, így aztán zsellérként dolgozott a jobbágynál. Tehát egy gazdag ember volt már egy-egy jobbágy. Most kit föl kellene szabadítani jogilag? Mert ez a jog, ez nagyon össze gúzsba kötötte az egész ország gazdaságát. Nagyon azonnal megáldották, hogy az a jobbágy, aki tizedet és kilencedet fizet. Na igen ám, de tizedet és kilencedet fizetni kellett a jobbágy telekből kiszakított, úgynevezett szorgalmi földek után is. A szorgalmi föld ez azt jelentette, hogy szőlő. Na most a szőlőt, jó helyen lévő szőlőket vettek ám nemesek is. És akkor szépen sorba vették, hogy kik azok, és ezután fizették, hogy akármilyen báró volt, vagy akármilyen gazdag volt, annak fizetni kellett a tizedet és a kilencedet az adott terület földesurának. Így aztán kiderült, hogy a jobbágyi rabiga alól fel kellene szabadítani az esztergomi érseket, aki jobbágya, e szerint a logika szerint, jobbágya volt valamelyik a somlói bírónak. Hát ez aztán ugye mégsem volt valóságos. Végül is áthidalták ezeket a kérdéseket, és mindenkit egységesen felszabadítottak, nem kellett név szerint. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sóhajt, hiába minden szellem bűnerény, nincsen remény. Hallátok a mesét a népnek, atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép felsüvölt, törvényt, s a törvény újra ölt, bukott a jó tombolt, a gazmerény, nincsen remény.
A magyar főurak a telet Bécsben töltötték, a nyarat viszont a birtokaik igazgatásával, és az igazgatás mellett természetesen vadászgattak, halászgattak. Nem töltötték Magyarországon az ország krémje, az akkori krémje az idő nagy részét Magyarországon. Ezt Széchenyi pontosan látja, és ő is hihetetlen nagy gondnak, problémának tartja azt, hogy a magyar főnemesség nem beszél magyarul. Most hogy lesz ebből nemzet? Hiszen Széchenyi nemzetnek a nemesi nemzetet tekintette. Na most a nemesi nemzet és az igazi népi nemzet az óriási különbséget rejt magában. Hiszen a nemesi nemzet esetében teljesen mindegy, milyen nyelven beszél valaki. Egy a lényeg, az ország főuraihoz tartozzon. Nem kellett magyarnak lennie. Illetve itt, mikor a nemzetállam kezd kialakulni, immáron nem az a fontos, hogy ki az uralkodó is, kihez tartozik, hanem az, hogy ki milyen nyelven beszél. Hirtelen nem a vagyon, nem a birtok, nem a korona, hanem a nyelv jelenti a nemzethez tartozásnak a szimbólumát. Valamikor a középkorban az emberek identitását az határozta meg először is, remélem nem nagyon takarom el, az, hogy milyen vallású. Ez a legfontosabb. Katolikus, református, zsidó, hova tartozik? Következő, ki az ország uralkodója, mely birodalomhoz tartozik? Teljesen mindegy, hogy hol élt. Ki a földes úr, aki igazságot szolgáltat fölötte? Hiszen minden ügyes, bajos dolgaiban a földes úr látja el. Ő szedi az adót, neki adózik. Utána, milyen közösségben, falu közösségben él? Hiszen ott éli le az élete nagy részét. A jobbágy röghözkötését követően ez gyakorlatilag az emberek úgy élik le az életüket, hogy a szomszéd falunál nem mentek távolabb. Nem is tudják, hogy azon kívül létezik-e még más világ. Aki elment katonának és véletlenül túlélte a háborúkat és mégis hazajött, na ő beszél óperenciás tengerről, meg valami fantasztikus dolgokról, messziről jött ember, azt mondja, amit akar. Az ötödik hihetetlenül fontos, milyen nyelven beszél. A faluban általában, ha több nyelvű volt a falu, beszélték egymás nyelvét, hiszen a nyelvészek szerint mintegy 650-700 szó az, amit aktívan használtak akkor. Most ezzel nem tudnánk kifejezni magunkat. Ha egy középkori ember ide bejönne, nagyon kevés tárgyat tudna megnevezni. Tehát óriásit változott a világ. 1848-49-re ez megfordult. Teljes egészében. Fontos az, hogy milyen nyelven beszélek, az a kultúra, hiszen azon a nyelven tanultam, az az anyanyelvem, ezen fejezem ki magam, ezen írok levelet, ezen értem meg a társaimat, immáron olvasni is tudok, akár könyveket, akár rendeleteket. A másik utána fontos az, hogy milyen közösségben élek, immáron sokkal fontosabb az, hogy a járás, a megye, ahol élek, ismerem, immáron jobban mozgok, többet mozgok, több minden vonatkozik rám, több minden érdekel. Nagyon fontos, egyre kevésbé fontos az, hogy ki a földes úr. Vagy adózok neki, vagy nem adózok neki. Nem annyira fontos, mert immáron nem ő az úri székével dönt rajtam, hanem az ország bírósága. Tehát immáron egészen más jogrendszerbe kerültem. Aztán hát az, hogy ki az uralkodó, jó, fontos, fontos, de a nemzetem sokkal fontosabb. És legalúra kerül az, hogy milyen vallású vagyok. Hiszen a vallási türelem olyan odafejlődött, hogy immáron ezek az egyházak, történelmi egyházak egy-egy országon belül teljes egészében egyenrangúak. Immáron nem olyan fontos. Az ember számára természetesen igen, de a közösség számára már nem. Ahogy mutatta ezt a megfordult kezet, és ugye az elejére került a nyelv, az identitás, a nemzeti érzések, és talán 48-49-nek ez lehet az egyik legnagyobb kérdése, hogy a nemzeti kérdés felerősödik. Vannak, akik magyarok mellé állnak, vannak, akik ugye ellenük fognak fegyvert. A kérdés az, hogy 48-nak, ugye mindjárt a kezdetek kezdetén sikerült-e megoldani, bár itt a kérdésemben benne van a válasz, a nemzetiségi kérdést? Hát ezek szerint ugye természetesen nem sikerült a nemzetiségi kérdést megoldani. Az elején beszéltünk arról, hogy a magyar identitásban
micsoda mítosz 1848-49. De 48-49 nem csak a mi identitásunkban mítosz, hanem ha megkérdezünk egy osztrákot, hogy számára mit jelent 48-49, a megkérdezett osztrákok jó része, nem merek százalékot mondani, de én már próbáltam, jó része azt mondja, hogy hát az osztrákok számára 48-49 azt jelenti, hogy az ifjú, aki megmentette a birodalmat a széthullástól. Számukra ez volt valami fantasztikus dolog, mert végül is jött Ferenc József, aki aztán a leggyűlöltebb ember lett, hogy majd aztán a kiegyezés után a aradi vértanúk és Batthyány meggyilkoltatása után az egész birodalom jovális Ferenc Jóskája lesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ha megkérdezünk egy horvátot, akkor számára valóságos Achillésszel ér fel az ő történelmi tudatokban Jelacsics báró. Hát a horvát bán, hát a horvát nemzeti identitás kiharcolója, kivívója a magyarokkal szemben. Holott egész más dologról volt szó. Mégis az ő tudatokban ez jelenik meg. A szerbek számára úgy szintén a Szent Tamás ostroma, a Szent Tamási elsáncolt katonai tábor valóságos hősei, fantasztikus hősei a szerb nemzetnek. Aztán ugyanolyan furcsa a románok esetében Avram Janku lándzsásai, akik a császár oldalán immáron a szabadság ellen, a saját szabadságuk ellen küzdenek a magyarok ellen. Tehát a magyar, akik vinni nekik a jobbágy felszabadítást. Hát a jobbágy felszabadítás ellen harcolnak, a jobbágy felszabadításért. Hát ez egy akkora tudathasadás, és mégis rendkívül nagy hősök. Egy nagyszerű, számomra mindig egy kicsit inkább megmosolyogtató, de inkább nem mondanék ilyet, a szlovákok története. A szlovák főurak, azok a magyar nemzethez tartoznak, a magyar nemesi nemzethez. Nem is magyarul beszélnek, hát mert ugye tótok. De ekkor alakul ki az is, hogy szlovák. Ez a szó ekkor jelenik meg, ekkor terjed el, addig nincsen nevük. Tótoknak nevezik őket általában. Az is megvan, hogy miért, ez nagyszerű kis sztorik vannak ehhez. Egy biztos, a tót főurak vezetésével, a nemesség vezetésével a szlovákok végigharcolják tisztességesen, becsülettel a szabadságharcot. Hát olyan kitűnő katonák, a branyiszkói áttörésnél a Csiri zászlóalj. Ez is azért a magyarok nevezik Csiri zászlóaljnak, mert negyedik zászlóalj volt, és amikor kérdezték a katonát, amelyik lemaradt, hogy melyik zászlóalj tartozik, mondja, Csitörő. Hát a negyedik zászló, és akkor ugye mindig az van, hogy a Csiri zászlóalj. Fantasztikus teljesítmények, katonai teljesítményeket nyújtanak. Mégis ez, hogy a magyarok oldalán harcolnak, a mai szlovák identitásban egy úgynevezett cselégió, amely a magyarok ellen a császári oldalon szabad csapatként harcolt, és nem szlovákokból, hanem csediákokból állt. Valóságos nemzeti hősök ezek a légionisták, akik harcoltak természetesen nem a szabadságért, hanem a saját szabadságuk ellen, de a nemzeti identitás, amely sokkal később érkezett, mint az övék, mint a mi identitásunk, sokkal később valósult meg. Ők keresik a hőseiket. És persze, hogy keresik a hőseiket. Ez magától értetődő. És ettől kezdve az egész szabadságharc, nemzetiségi kérdése eléggé elfuserált módon valósult meg. Hiszen amikor megjelennek a nemzetiségek Kossuthnál, mint kormányzónál, hogy hát a szerb nemzet szabadságát szeretnék. Kossuthék elrendezték ezt az egész kérdést azzal, hogy Magyarországon élő nemzetiségek, magyarok bármilyen nyelven beszélhetnek is, megadták a lehetőséget arra, hogy minden nemzet használja a saját nyelvét, még a hivatalos nyelvként is használhatja. Mindenki autonómiát kap, de együtt marad a Kárpát-medencei
nemzete, a Szent Korona nemzetei. Hiszen a Szent Korona nem csak a miénk, hanem a Szent Korona nemzetei. Ez egy fantasztikus dolog. Ma megint ezt egy kicsit ferdén igyekeznek értelmezni ebből a mítoszból. Ugye mindig csak azokat az elemeket emelik ki, amely a saját koncepciót alátámasztja. Így aztán nagyon izgalmas az, hogy a nemzetiségek valójában nem tudnak zöldágra vergődni, folyamatosan próbálnak a magyar szabadság küzdelmekkel szembe menni, hogy legalább a saját nemzetiségüket, önálló államot akarnak. Na most ebben a kérdésben nagyon nehéz meggyőzni őket, de meg lehet érteni, hogy ők is szeretnének önálló nemzet lenni, és nekik nem elég a saját nyelv használat, de azért reálpolitikát kell folytatni. A sem Kossuth, sem Batthyány, sem az egész magyar szabadságharc alatt nem vetődik fel olyan kérdés egészen a Habsburgház trónfosztásáig, hogy ezt a birodalmat, a Habsburg birodalmat szét kellene szakítani. Egyfajta dupla monarchiában, tehát a két pólusú monarchiában gondolkodnak, hiszen az áprilisi törvények is erről szólnak, amit aztán ugye jóvá hagynak. És mi érdekes dolog, hogy megvalósul, mert a szabadságharcot leverik ám Európa nagyhatalmai, az orosz cár és a Habsburg császár végül sikeresen leverik a szabadságharcot. De magát az eszmét, ezt nem lehet el, hiszen a történelem kerekét nem lehetett visszafordítani. Majd 1868-ban a kiegyezéssel szinte szó szerint megvalósul az, de amit akartak. Deák vezetésével. Deák vezetésével. Na most ez egy sor kompromisszum kellett ehhez, de szinte szóról szóra megvalósulnak azok az elképzelések. Immáron megvan a dupla monarchia, Magyarország gazdaságilag, belpolitikailag minden tekintetben önálló, és immáron kidolgozottabb, finomítottabb formában működött is az a monarchia 50 éven keresztül, hogy aztán majd az első világháború széttépje. Kemény szél fúj, lángra kap a szikra, vigyázzatok a házaitokra, hát amire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtül talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt, illik-e még oldaladra a kard? Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, lissze megint, ami voltál egykor. Oly hatalmas harcos kis szemével, jobban ölt, mint más a fegyverével. A világot védtük hajdanában, a tatár és a török világban. Vajon most, ha eljön a nagy munka, megbírjuk-e védni mi magunkat? Ó, magyarok istene, add jelit, ha a kenyértörés elközelít, hogy az égben uralkodol még te a magad s néped dicsőségére. La-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra. Azt gondolkodom, hogy vannak olyan szavak, amelyeket szerintem már az egészen kicsik és március 15-éhez hozzá tudnak kötni. A múltkori beszélgetésünk során ugye arról beszéltünk, hogyha a Donkanyarról kérdeznénk fiatal vagy akár felnőtt embereket, nagyon keveset tudnának mondani. Azért a 48-49-es forradalom és szabadságharc valahogy kivételezett helyzetben van, hiszen emlékszem rá, azért volt, amikor nem a nagy ünnepek közé tartozott, vagy nem a legnagyobb ünnep volt hazánk történelmének tekintetében, de mégis vannak olyan hívószavak, és itt akár, ha csak dicsőséges tavaszi hadjárat, vagy világosi fegyverletétel, most csapong a gondolatom, de ha ezeket mondják az emberek, nagyjából be tudják határolni, még a gyerekek is, hogy miről beszélünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Olyan ez, mint amikor valaki emlékszik a születésnapjára és a születésnapjaira. Hiszen ő, mint magyar, ekkor ezen a napon született. Tehát maga a nemzet,
születésnapja gyakorlatilag, ez a március 15-e és a szabadságharc. Hiszen itt teljesedik ki, jogilag ekkor válik igazán felnőtté, igazán magyarrá. Addig a Habsburg birodalmon belül a nemesi nemzettel nem volt fontos az, hogy milyen kultúra, tehát egy kultúrához, egy nemzethez tartozik. Itt viszont ez egy óriási dolog, hogy ekkor megszületik a magyarság, a magyar nemzet. A kultúrájával együtt, mint kulturális nemzet. És nem genetikailag vizsgálva, meg mindenféle hókusz-pókuszokkal magyarázva a 2500 éves múltat, mert hát ez nonsens, hanem valójában a nemzet a kultúrájával ekkor születik. A nyelvével, a zenéjével, a verseivel. Petőfi fantasztikus verseivel, amelyek a mai napig az ember beleborzunk, ha olvas egy-egy gyönyörű Petőfi verset, hiszen megérint. Megérinti az embert, mert magyar. Mert ez teszi magyarrá. És ennek a mítosznak a valóságos elemei. És ezeket az elemeket mondják és tanítják, és ezt nagyszerűen csinálta a magyar pedagógia, hogy egységesen, egyformán tudta elplántálni ezt a rendkívül fontos identitás elemet, 48-49-et a magyar tudatba, a magyarok tudatába. Enélkül nem vagyunk magyarok, 48-49 nélkül. Hiszen a mi 48-49-ünk, ez nem csak a születésnapunk, hanem mondhatni azt, hogy ettől vagyunk önmagunk, mi vagyunk 48-49, a szabadságharc. És ez egy fantasztikus dolog, amikor bárkit megkérdezünk, és tényleg azt mondja, fel tudja sorolni a legfontosabb elemeit ennek az esemény sorozatnak. Egészen a márciusi ifjak elindulnak hajnalba, és Petőfi megcsördíti a kardját, és Vasvári Pál megy a kis csapat élén, és mennek a Pilvaxba, egészen addig, amíg felsorolja azt, hogy az aradi vértanukat hogyan végezték ki, és kit hogyan végeztek ki. Ez a mi nemzeti mitológiánk. És nem csak ez a maga mitológia, ez nem azt jelenti, hogy nem igaz. Mert igaz elemekre felépített nagyszerű költészet, amellyel nekünk azonosulni kell, és talán ez az egyetlen olyan ünnepünk, amellyel minden magyar ember ugyanúgy és egyformán azonosul. Ebben nincsenek kérdőjelek. Miért féltek egy időben március 15-től? Hát ez egy érdekes dolog. Mindig máshova helyezték a hangsúlyt. Ugye elsősorban ugye 45 után, és ugye a Rákosi korszakban is, ez nem volt fontos maga a nemzet, hiszen a 45 után, és ebben a nagyon rosszul értelmezett úgynevezett kommunizmusban, inkább bolsevizmus volt, nem a nemzeteket igyekeztek hasonlítani, vagy a nemzeti érzést erősíteni, hanem azt mondták, hogy hát kérem szépen a proletár internacionalizmus, ez a legfontosabb dolog. Na most ez nem a proletár internacionalizmussal volt azonos. Hát persze, hogy féltek tőle, mert a proletár internacionalizmus ez egy gyönyörű, szép dolog. Maga az elképzelés csak egyrészt megvalósíthatatlan. Mert úgy érzékelték, Moszkvából irányított proletár internacionalizmus azonos volt a nagy orosz nacionalizmussal. Hát a nagy orosz nacionalizmusban sehogyan nem illett bele sem Petőfi, nem illett bele sem Kossuth, sem Vasvári, sem Batthyány Lajos. Ebbe beleillett Lenin, és hogyha megnézzük a nagy internacionalizmus igazi hőseit, azok kivétel nélkül oroszok. Hát leszámítva az egyetlen Dzsugasvilit, aki meg grúz volt. De akkor is ez egy hihetetlen torz dolog volt. És ennek ellenére az emberek lelkében megmaradt az, hogy a március 15 nem lehetett eltörölni. Ha titokban is, akkor is megünnepelték. Ha tilos volt, akkor is az emberek belsőleg, belül a lelkükben akkor is ünnepeltek, mert ez a magyarság örök ünnepe marad.
Hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen, elsiralmas mélységből, hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, midőn téged hívlak, tekintsd meg én ügyelmet, mert régen óhajtlak, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint kiállhatna úgy meg, de a te irgalmad nagy, a téged félőken, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép, a múltat s jövendőt. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazád, bendeg úznak vére, merre zúgnak habjai, Tiszának Dunán, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Unság mezein, ért halász lengettél, Tokaj szőlő veszein, nektár csepegtettél, zászlónk gyakran plántálád, vad török sáncára, s nyögte Mátyás búsvadát, Pécsnek büszke vára. Hajde bűneink miatt, gyúlt harag kepletben, s elsújtád villámidat, dörgő fellegekben, most rabló mongol nyilár, zúgattad felettünk, majd töröktől rabigált, vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének, hányszor támadten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatot hangvedre. Bújt az üldözött felé, karnyul barlangjában, szerte nézett, s nem lelé, honnyád a hazában, bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölötte. Vár állott most kőhalom, ket söröm röpkedtek, halál, hörgés, síralom zajlik már helyettek, csak szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árván hő szeméből. Katonaként, hadtörténészként hogyan lehet értékelni a magyar történelem katonai szempontból, milyen korszaka 48-49? Ekkor születik a honvéd szó. Ekkor születik a honvédség. Ekkor születik az a hadsereg, amelynek immáron a feladata a honvédelme. És talán napjainkban ennek most már ugye lassan a végé, ez lecseng, véget ér. Nagyon fontos dolog az, hogy a magyar tisztikarnak, amely akkor abban az időben nem igazán kellett, hogy magyar legyen, hanem ehhez a kultúrához tartozónak, ehhez a gondolatkörhöz tartozónak vallja magát. És akkor így van Láner György, Knézics Károly, Pöltenberg Ernő, szép magyar nevet adtunk neki, de ezek németek, horvátok, szerbek, Damjanics révén megérinti őket ez a forradalom, és megérinti őket ez a nemzet, hiszen egy csodálatos nemzet született a szemük előtt, és ezért ők képesek voltak az életüket is adni. Európában ezek a férfiak olyan haderőt tudtak létrehozni,
néhány hónap alatt, amely Európa leghatalmasabb hadseregét végigverte az országon. Ilyen haderőt, ilyen hadsereget, ilyen rövid idő alatt még egyetlen ország, egyetlen állam, egyetlen nép sem tudott létrehozni, amely győztesen végig tudta megvívni a szabadságharcát, és amely hadsereget csak két nagy hatalom volt képes leverni. Na hát ilyen egy nemzeti hadsereg. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és bízom abban, hogy ha nem is a szokványos módon beszéltünk a forradalom és szabadságharcról, de egy picit bele-bele kapva egy-egy témába sikerült még közelebb vinni az ünnep lényegét az emberekhez. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.